miért forog a víz körforgás körül a világ? Ez annak a életmű könyvnek, amit a dékán úr említett, a alcíme volt, és ha az ember egy ilyen nagyon provokatív címet választ egy előadásnak, ami a vízről és a vízgazdálkodásról szól, akkor talán nem rossz, ha az ember igyekszik ennek a vízkörforgás körüli forgást bebizonyítani. Mi emberek nyilvánvaló úgy gondoljuk, hogy a világ mi körülöttünk forog, és hát legyünk őszinték, ez többé-kevésbé így is van, de hogy ez mennyiben identikus azzal, hogy a víz körforgása körül is forog, vagy mutatja az, hogyha a víz néhány fiziológiai adottságát és szerepét csak röviden felelevenítenénk. Van ez a híres három a magyar igazság szólás, 3 percet kibírunk levegő nélkül, 3 napot víz nélkül és 3 hetet élelem nélkül, és hogyha tovább megyünk, akkor rájövünk arra, hogy az újszülött teste, de még egy aggastyáné is több mint 50%-ba vízből áll. Az emberi agy, a gondolat otthona 85%-ig víz, úgyhogy ha valaki valakit vízfejűnek csúfol, az csak 15%-ba egy sértés. A többségben ez így is van. Az, hogy 1%-os dehidratáció már szellemi képességeinket csökkenti, az az egyik dolog. De az, hogy gyakorlatilag a vér, több vért veszthetünk, mint vizet, ez valószínűleg nagyon kevés emberbe tudatosodott, mert mindig a vér és a vér elfolyásával lesz egy emberi élet akaratos vége asszociálva. Mennyi vízre van ebben a gyakorlatilag vízlénynek, amit embernek nevezhetünk szüksége, és hogyha ezt egy egész évre vetítjük, amit tényleg ivóvízként magunkhoz veszünk, az körülbelül 1 köbméter egy egész évre vonatkozólag. Ugyanakkor mindaz az élelmiszer, amit egy egészséges diétához szükségünk lenne, arra évente és személyenként 1300 köbméter vízre van szükségünk. Ez gyakorlatilag egy ilyen átlagos érték, de ebből tudjuk, láthatjuk, hogy kb. 3300 liter víz kell naponta ahhoz, hogy egy ember megfelelő módon el legyen látva élelmiszerrel, és hogyha ezt összehasonlítjuk a városi művelt társadalmak vízellátás igényével, ami 130 liter per fő, akkor látjuk, hogy a mezőgazdasági termelés alapvetően a vízgazdálkodás leglényegesebb, legfontosabb elementje. Itt a ruházat, iparcikkek és egyebek, amik szintén vizet igényelnek előállításhoz, egyáltalán nem is kerültek figyelembevételre. Egy egész rövid kiugrás, hogy ez a napi 130 liter mire kell egy embernek, és ha a különböző tételeket látjuk, akkor rögtön szemünkbe ötlik, hogy 2 van, amin lehetne csavarni, az egyik a WC-öblítés és a másik a fürdés, az összes többi az már amúgy is olyan alacsony, hogy abból már nem nagyon lehet lefaragni, és ha le is faragnánk, az nem lenne jelentékeny. Ez a 130 liter, hogy most egy kicsit félre lépjek a gondolatmenettől, ez gyakorlatilag a tervezési érték többé-kevésbé, amire a csatornák méretezve vannak. Budapesten időközben 130 liter napi fogyasztás alatt van a fogyasztás, elsősorban a rezsicsökkentés ellenére magas vízdíjak miatt, ami viszont azt jelenti, hogy a csatornákat nem kifizetett vízzel kell öblíteni, úgyhogy ha az ember pont otthon kezdi abból a 130 vagy 120 literből a spórolást, akkor tulajdonképpen gazdaságilag, de környezetileg is nem sok jót csinál, esetleg a saját vízszámláját csökkenti. Az emberiség víz lábnyoma, vagy inkább cipőmérete, mert a lábnyom az az, amit magunk hatán hagyunk, a cipőméret, amekkorával rálépünk a földre, mutatja, ahol ember van, ott vízhasználat is van, és ez milliméterbe kifejezve látható, hogy különböző helyeken gócszerűen nagyon erős a víznyomás, vagy az vízlépés a földön. Ez annyiból is érdekes, hogy itt látják, hogy ez kb. 1000 milliméter évente felhasználásra jut. A föld
szárazföldi részére jutó átlagos csapadék az 750 mm. Tehát sok helyét egy ember több, mint az ott hulló esőt apropriálja és használja magának. Ennek több oka lehet, és itt néhány okot jeleztem, hogy ha nagyon sokat termelünk, akkor azért fogy sok víz, ha meg nagyon ineffektív termelünk, mint Afrikába, akkor azért lesz magas ez a vízlábnyomás, és természetes Ázsiában, ahogy látják, a nagy népsűrűség miatt a világ két legnépesebb országa természetesen itt is tartja a világcsúcsot. Mennyi az emberiség alapvető vízigénye, és hogyha jelenleg a 8 milliárd emberrel számolunk, és ezt az 1300 köbméter éventi minimális vízigényt igénybe veszük, akkor gyakorlatilag 10 000 köbkilométer vízre van szükség, hogy az élelmiszert az emberiségnek előállítsuk. Ez 2050-ig valószínűleg föl fog menni 13 000 köbkilométer, évente a klímaváltozás esetleges további emelkedésétől eltekintve, és a városi szintű vízigény 10 milliárd ember számára évente kb. 500 köbkilométer vizet jelent, hogy ezt az 500 köbkilométert valahogy szubstanciáljuk, akkor gondoljunk arra, hogy ez kb. 250 Balatonnak felel meg. És itt még ipari, energetikai, hűtővízigényről, turisztikai, ökoszisztémák saját vízigényéről nem is beszéltünk. Úgyhogy négy kérdés rögtön föltüremlik, van-e és lesz-e elegendő vízünk, mik a legnagyobb kihívások ezzel kapcsolatban, milyen a jelenlegi vízhelyzet a világon, és aztán inkább egy filozófiai kérdés, de annál fontosabb, hogy van-e elegendő beruházási fedezet, lesz-e elég szakember, nyersanyag, politikai akarat, társadalmi egyetértés és összefogás, hogy ezeket a szükséges lépéseket egy fenntartható vízgazdálkodás, vagy egy fenntartható víz és egy fenntartható világ irányába megtegyük. Alapvetően az embereknek három igénye van a vízrendszerekkel szemben. Szeretnénk, ha a vízellátás biztonságos legyen, és ez legyen úgy a települési, tehát az emberi direkt, ipari, mezőgazdasági és egyéb vízhasználati szektorok számára is. A vízzel kapcsolatos természeti eredetű extrém eseményekkel, árvíz, viharok, aszályok szembeni biztonság, és miután mindannyian egyre inkább öntudatos vagy természettudatosak vagyunk, szeretnénk, ha az akvatikus élőhelyek minél inkább megőrzésre kerülnének, vagy éppen rehabilitálnánk őket. Mindez a három cél, mindegyik nagyon érthető és elfogadott, mégis többszörös konfliktusokkal áll egymással szembe, amik a mi jelenlegi több léptékű társadalmunkat több helyzetben nem csak ökológia és az ökonómia viszonylatában foglalkoztatja, és ezért a vízgazdálkodást nem csak mint egy szakszerű menedzsmentet, nem csak szakemberek munkáját, hanem mint politikát is figyelembe kell vennünk, és nem szabad ennek a politikai dimenziótól sem megrémülnünk, sem elhallgatnunk. Mennyi vízről van itt szó, és ez csak egy pár szám, amit főleg azoknak, akiket itt mondták, hogy a horizontális oktatásban, tehát akik talán nem ezzel nőttek föl, 35 millió köbkilométer a Föld édesvíz készlete, és hogy ezt összehasonlítsuk a tengerek térfogatával, a Föld vízkészletének mindössze 2,5%-a édesvíz, az összes sósvíz. A szilárd halmazállapotú jég és hó állapotú 24 millió köbkilométer, tehát több mint kétharmada a vízkészleteinknek szilárd halmazállapotú. Ez, ha a klímaváltozás olyan vagy még rosszabb hatással fejlődik tovább, részbe elolvad és részt fog venni az aktív vízkörforgásba, hogy annak milyen következményei lehetnek, arról jobb nem beszélni, mert ez egy masszív tengerszint emelkedést jelentene. A felszín alatti vizek a második legnagyobb komponens, 30%-a az édesvizeknek a felszín alatti vizek,
Nedvesség és a kötött vizek, köztük az a víz is, ami a mi testünkben benne van, az 330 ezer köbkilométer, és a felszíni vizek pusztán 104 ezer köbkilométer, amiből 91 ezer köbkilométer tavakban van, 11 ezer mocsarak és nedves életterek otthona, és a vízfolyásaink pillanat felvételbe egy bármikor nem több, mint 2000 köbkilométer vizet tartalmaznak. Gondoljunk azokra a számokra, amiket az előbb említettem, az emberiség minimális vagy alapvető vízigényéről. Ezek, amiket említettem, ezek készletek, ezek egy része részt vesz az éves globális körforgásba, a többi részük szintén részt vesz egy körforgásba, aminek a idő léptéke viszont néha tízezer évekre is kiterjedhet. Gondolok itt néhány talajvíz tartó vízkészletére, ami kb. 5-6-7000 évvel ezelőtti csapadékot tartalmaz. Ez a megújuló, évente megújuló felszíni és felszín alatti vízkészlet csere, ez nagyságrendileg kb. 40 ezer köbkilométer, és ez az úgynevezett kékvíz. Kékvíz, ez egy Svédországból származó kifejezés, ez az a víz, aminek a mozgását elsősorban a nehézségi erő szabályozza. Ez az a víz, amit építőmérnöki módszerekkel tudunk szabályozni, amit tudunk duzzasztani, amit tudunk szivattyúzni, és hasonlók. Ennek viszont csak egy kis részét tudjuk használni, részben, mert nem ott van, ahol az emberek vannak, részben, mert árvizek sokkal, körülbelül a felét elviszik, akkor, amikor nincs annyi vízre szükségünk. A szárazföldi csapadék nagyobb része, 73 ezer köbkilométer, nem vesz részt ebbe az óceán, atmoszféra és szárazföld közötti teljes globális vízkörforgásba, hanem elpárolog, vagy a növénytakaró transpirálja, és ezt hívják zöld víznek, a zöld víz, aminek a mozgató ereje elsősorban molekuláris erők, és amiket elsősorban csak biológiai vagy mezőgazdasági módszerekkel tudunk befolyásolni, akár mint a föld megmunkálása, vagy a megfelelő növénytakaró kiválasztása. Hogy néz ki ez a víz körforgása, ha most ezt a 113, egy pillanatra vissza kell menjek, itt erre utalok, hogy a óceánok víz mérlegének különbsége, tehát a magasabb vízpárolgás, mint az óceánokra esett csapadék különbsége ugyanúgy 40 ezer köbkilométer, ez az, amit a szélrendszerek az óceánok felől a szárazföld felé hoznak, ahol ezek ugye kicsapódnak. Ugyanakkor a szárazföldön 113 ezer köbkilométer csapadék esik, a különbség az az önellátás, ami egyszer már elpárolgott, és aztán újra a szárazföldök fölött esik, erre majd később vissza fogok térni. Tehát ez a 113 ezer köbkilométer megoszlik a különböző földrészek között, és utána különböző ökoszisztémákon át kerül tovább, és látjuk, hogy a legnagyobb vízmennyiség az erdőkön kerül túl, azon kívül a gyakorlatilag a legelők vagy a sztyeppe területeken. A igazi mezőgazdasági területek vízszállítása, ha úgy veszük, elenyésző ehhez a kettőhöz képest. Ez azért lényeges, mert nagyon sokan részben helyesen azt mondják, hogy az erdők milyen fontosak, visszatartják számunkra a vizet, nagyon jók árvizek ellen minden. Részben igaz, viszont az erdők óriási vízfogyasztók is, ők járulnak a legnagyobb részt ahhoz hozzá, hogy ez a csapadék újra az atmoszférába kerül. Tehát, ha felszíni lefolyásra van szükségünk, akkor nem mindig a legokosabb gondolat erdősíteni. Itt látható, hogy ez a gyakorlatilag a különböző ekoszisztémákon átvezetett víz, mennyi lesz felszíni és mennyi talajvíz visszatöltődés, amit aztán a következő ábrán láthatunk, megint elosztva a földrészek között, és itt látszik, hogy a víz egy része
olyan területen van, ahol nem férünk hozzá. Itt van az, hogy 50%-a körülbelül árvizek folyamán folyik le, tehát nem tudunk hozzáférni. Itt van az, hogy az ökoszisztémák vízigénye is jelentékeny, amire viszont nekünk ügyelnünk kell, hogy az élet megmaradjon, és csomó olyan ökoszisztém szolgáltatást biztosítson, amire talán nem is gondolunk most, és itt ezek a vékony vonalak azok, amiket az emberek direkt használnak. Mégis ez a relatív kisméretű vízhasználat óriási hatással van a víz körforgására, a víz minőségére, és az, hogy mi ezt a vizet hogy használjuk, és hogy menedzseljük egymás között, és hogy osztjuk el egymás között. Ha tovább megyünk, akkor láthatjuk, hogy ez a földrészekre vonatkoztatott vízmennyiség messze magasabb léptékű, mint ahol a vizet igazából, ahogy a vízzel gazdálkodunk. Ha az országok szintjét vesszük, akkor látjuk, hogy bizonyos országokban, sötétkék országokban az egyfőre jutó, évente megújuló vízmennyiség egész jelentékeny lehet, még egy olyan száraz kontinensen is, mint Ausztrália, hogyha ott elég kevés ember van, mint az a helyzet. És láthatjuk azt, hogy vannak a Földön olyan országok, ahol az egy főre jutó évi megújuló vízkészlet kevesebb, mint 500 köbméter, tehát a 1300 köbméteres vízigény, hogy ezek az emberek saját területükről minden külső segítség nélkül táplálkozni tudjanak, nincs meg. Ez mutatja talán, ha mint az ukrán-orosz háború kapcsán gyakorlatilag a gabonaszállítás szükségességét, ezek az országok minimális túlélési lehetősége függ attól, hogy a megfelelő gazdag termési kanadai, Egyesült Államok, európai, orosz és ukrán gabona ezeket az országokat időben elérje. Természetes az országok szintjén való gondolkozás sem okvetlen az a lépték, amiben a vízgazdálkodás gondolkozik, mert az részben vízgyűjtő vonatkozású, részben pedig, és ez egy nagyon érdekes kérdés, nagyon is érdekes, hogy milyen léptékbe tekintünk a vízügyi problémákra. Itt látjuk körülbelül azt a képet kicsibe, amit az előbb mutattam, és hogyha ehelyett, hogy egy országra, mint egy egységre vetítenénk az ország vízkészleteit és az ott lakó emberek számát, pixelekre felosztjuk, akkor hirtelen látszik, hogy olyan vízben gazdag kontinensek, mint Latin-Amerika vagy az Egyesült Államok óriási területeket tart fönt, ahol a vízhasználat a úgynevezett határértéket már túllépte. Ez egy gyakorlati érték, tulajdonképpen semmi kifejezett elméleti határértéket nem lehet így mondani, de ha 40%-át a megújuló vízkészletnek felhasználjuk, azt egy abszolút vízstressz szituációnak nevezzük. Ezt látjuk, hogy az Egyesült Államok és Kanada préri részein ez a helyzet, de még Latin-Amerikában is egyes helyek nagyon szárazak lehetnek. A probléma ezzel nem csak az, hogy egy ország állapota nem okvetlen mindenütt érvényes, hanem azt is, hogy ha az országokra vetítjük és megnézzük, hogy melyik országban hol laknak az emberek, ahol csak 10%-át, 10 és 20, 30, 20 és 40 vagy 40% fölött használjuk a vízkészleteknek, akkor egy egészen más elosztást kapunk, mint hogyha egy abszolút apró félfokos pixelekre osztjuk a világot, és így derül ki, hogy ahelyett, hogy itt egy eloszlás lenne, ahol a legtöbb ember közepesen vízstresszolt területeken él, az igazság az, hogy sokkal több ember él olyan helyen, ahol bőségesen van víz, és nagyon sok ember él olyan helyen, ahol egyáltalán nincs víz. Tehát pontosan egy egész más problémával állunk szembe, pusztán azért, mert a más léptékben nézzük a víz problémákat. Egy másik nagyon lényeges kérdés, hogy a világ lakosságának 84%-ának van az egyik fele a vízkészleteknek, és 16%-ái a másik fele. Tehát, hogy úgy mondjam, a vízzel majdnem olyan igazságtalanul van elosztva, mint a gazdagság. Az országok, mint a
a kormányzás és a menedzsment alapvető egységei ráadásul nem függetlenek egymástól vízgazdálkodási téren, különösen Szudán, Csád és Egyiptomra mutatok, amelyik gyakorlatilag 100%-ig függ attól, hogy a fentebb lévő országokból mennyi víz érkezik le. Erre is majd az előadás során még vissza fogok térni. A vízgazdálkodás nem csak a vízzel kell, hogy foglalkozzon, és ha a legfontosabb kihívásokra gondolok, akkor rá kell jönni, hogy azok nem műszaki és tudományos jellegűek. Ezzel nem akarom azt mondani, hogy a tudományt elfelejthetjük, és műszakilag mindent meg tudunk oldani. Ezt azt akarom ezzel inkább hangsúlyozni, hogy sokkal nagyobb és egyre súlyosbodó társadalmi, életviteli és politikai problémák vannak, amik mind befolyásolják azt, hogy jelenlegi vagy jövőbeli műszaki és tudományos képességeinkkel a vízproblémákat meg fogjuk-e tudni oldani. Az a három, ami a magyarban S betűvel kezdődik, angolban lenne ez P betű, a population, poverty and pollution, magyarul szaporodás, szegénység és szennyezés. Én tudom, hogy itt egy elég veszélyes területre megyek, amikor a szaporodást említem, mert ez természetesen minden embernek vagy minden párnak a alapvető emberi joga, hogy elhatározza, hogy egy, két, három, négy, öt vagy egyáltalán egy gyereket sem akar. Viszont hogyha ezt az egész világra vetítjük, ahol ez a személyes döntés adott esetben milliárd emberek személyes döntése, abban a pillanatban ez már nem egy személyes döntés, hanem ez a világ egyik legsúlyosabb problémája, és nagyon sajnálatos, hogy ezt egyáltalán nagyon sokszor nem nevezik nevén. Ez a szaporodás elsősorban a világ legszárazabb és gazdaságilag legfejletlenebb részein történik, tehát gyakorlatilag mindaz, amit a szegénység ellen teszünk, az, hogy mondjam, sajnos önmagát újra termeli. Szegénység, a gazdagok és szegények közötti különbség növekedése országok közt és országokon belül egyre tart és elképesztő gyorsasággal tart. A szennyezés azt jelenti, hogy az ökoszisztémák, víztestek, a geoszféra, atmoszféra megállíthatatlannak tűnő biológiai, kémiai és fizikai túlterhelésnek van kitéve. Mostanáig azt a szót, hogy klímaváltozás, azt hiszem csak egyszer használtam, és az egész előadás során ritkán fogom használni. Nehogy valaki innen úgy menjen el, hogy a Bogárdi tagadja a klímaváltozást. Erről szó sincs. Amit én mondani akarok, azt, hogy ez a három ez probléma. Ezek ma már itt vannak. Ezek minden nap megújulva az orrunk előtt történnek. A klímaváltozásnál néha 10 év, 20 év, 30 év. A klímaváltozás lehet, hogy sokkal rosszabb lesz, mint amit a jelenleg legpesszimistább kutató mond. A problémám nekem azzal az van, hogy az annyira bizonytalan, hogy nem értem, hogy a tudós kollégáim miért állítják olyan pontosan, hogy például Afrikában lesz a legrosszabb és hasonlók, erre is majd még vissza fogok térni. Az északi félték, a száraz övezete, ami gyakran rögtön itt van Európától délre, óriási kiterjedés, az űrből készült felvétel. Természetesen a déli féltekén is megvan ennek a pandanja. A különbség csak az, hogy a déli féltekén sokkal kevesebb föld van, és ezáltal sokkal kevesebb ember él. Az északi félteke, száraz övezete, az gyakorlatilag a lakosság évekbeli növekedésének a melegágya és Afrika. Ez a két terület, ahol a legmagasabb a szaporodás, azon a területen, ahol már évtizedek óta nincs elég víz többek között, hogy az embereket élelmiszerrel, saját erejükből ellássák. Ha a lakosság növekedését veszük figyelembe, akkor ez az exponenciális görbe, ami itt az utolsó, talán 10 vagy 20 évben egy kicsit kevésbé meredek, mint itt volt, mégis azt kell mondani, hogy a jelenleg élő emberek száma az a világon valaha élt emberek számának a fele. Tehát a világon valaha is élt emberek fele az a mi kortársunk. Ez egy elképzelhetetlenül meredek növekedés, és amit az előbb említettem, gyakorlatilag a utóbbi 25 évenként 2 milliárd emberrel nőtt az emberiség száma,
és 2050-re 85%-a az embereknek azokon a helyeken fog élni, amiket ma támogatnunk kell, amelyekre ezek a már említett gabonaszállítások irányulnak. Tehát a probléma egyre növekszik, és erről is nagyon-nagyon ritkán van szó. Ennek a fejlődésnek az alapjait természetesen már a 20. század megtette. A elmúlt évszázad alatt 3,5-szeres lakosság növekedéssel egy 7-szeres vízkivétel növekedés járt együtt, ami természetesen az életszínvonal emelkedését is jelzi. Jelzi ugyanúgy, hogy az 1950-es évektől az úgynevezett nagy begyorsulás időszakát éljük, a növekedés felgyorsult, és különösen az ipari vízhasználat növekedett. Természetesen a kék, a mezőgazdasági vízhasználat továbbra is a leglényegesebb. Ezt, hogyha megnézzük a világszinten, 69%-a a vízkészleteknek a mezőgazdaságban lesz használva, 19%-a ipari, és 12%-a a városokba, falvakba direkt emberi felhasználásra kerül. Természetesen a különböző földrészeken a természeti adottságok miatt és a fejlett ipari fejlettségből kifolyólag más számok vannak. Európában például az öntözésre csak 21%, míg a ipari felhasználás elsősorban hűtővízre majdnem 60%. Az két döntő kontinensen, ahol a jövő víz gazdálkodása el fog dőlni, Ázsiába és Afrikába, 80% fölött van az a százalékos arány, ami a vízek mezőgazdasági felhasználására utal. És megint visszatérek erre a térre, hogy a legexponáltabb országokban már 20 éve 40% fölött van az a arány, ami a megújuló vízkészletek mezőgazdasági felhasználását jelenti. Világ sok részén, és nem csak fejlődő országokban, a vízkivétel, és itt főleg a felszín alatti vízkészletekből lehet úgy meríteni, hogy a természetes megújulás mértékét túllépjük, mondhatjuk úgy is, hogy vízbányászat folyik, és ez jellemző akár az Egyesült Államokba, a Dust Bowl környékére, Kínára, Indiába, ahol annyi talajvizet vettek ki, hogy a föld gravitációs tere megváltozott, de még Európában is, különösen Spanyolország tartozik ezek közé az országok közé, ahol a talajvízből több vizet veszünk ki, mint amennyit az évente visszapótlódik. Az ESZ problémák vízügyi konzekvenciáit próbálom most bemutatni. A globális gazdagság fokozódó koncentrálódására talán a legmegdöbbentőbb szám az, hogy az egy évtized alatt 2000 és 2011 között a világ 1%-ának kezébe lévő vagyon 32-ről 46%-ra nőtt. Ez egy olyan folyamat, ami, ha a fenntarthatatlanságot akarjuk valamivel jellemezni, sokkal jobban jellemzi, mint bármi más. Egy világ, amely ennyire igazságtalanul osztja el a javait, az nem lesz fenntartható. Hogy aztán ez 10 évig tart, még 20 évig, és milyen formában lesz kijavítva vagy korrigálva, arról se az időm nincs itt meg, se a fantáziám meg lenne, de azt inkább nem mondom el, mert ez valószínűleg akkor többen rossz következtetéseket vonnának le. Napjaink realitásai, és ezt a PowerPointot én majdnem minden alkalommal, hogyha egy ilyen jellegű előadást tartok, mutatok. Nem akarom egyenként olvasni, én beszélek, és addig kérem a hallgatóságot, hogy ezeket a számokat nézzék meg. A lényege az, hogy itt körülbelül 10 milliárd ember van felsorolva, aki olyan jellegű problémákkal áll szembe, ami legalább vagy körülbelül 1 milliárd sorstársát érinti. Tehát ezek nem kis problémák. Itt minden probléma legalább 100 Magyarországot érint. És ezek a problémákból két csoport a megélhetési
földműves, aki csak annyit termel, hogy éppen nem hal ő és a családja éhen, de nem vesz részt a piacba, és a városi nyomortanya lakók, ami 2 milliárd ember, az 2 teljesen különböző csoport. Vannak itt dupla, tripla és talán 4-szeres számítások is, de körülbelül, ha azt mondjuk, hogy az emberiség 1/3 él a 21. században olyan körülmények között, ami nem méltó az emberiséghez, akkor azt hiszem, hogy nem fogok nagyon túlozni, és ez a 2 csoport, amit említettem, a vidéken élő tengődő földművesek és a városi nyomortanya lakói közötti kapcsolat az, ami a világon elsősorban a fejlődő országokban a teljesen rendezetlen vidékről való elmenekülés és a városiasodást jelenti. Mindaz 2 azután a további migráció forrása is lehet. A víznek, már az előbb is mutattam, több esetben van az úgynevezett fizikai víz hiánya, ahol 40% fölött használjuk a vizet mezőgazdasági célokra, de van egy másik, az úgynevezett gazdasági vízhiány, és ez Afrika vízzel relatív jól ellátott részére érvényes, ahol se a tudásbázis, se az anyagi bázis nincs meg, hogy a meglévő vizet az emberek szolgálatára, az emberek hasznára tudnánk hasznosítani. Ez egy másodlagos vízügyi probléma, mindazonáltal, ahogy dékán úr említette, ezek az országok, ahol a magyar vízügyi know-how nagyon is szükséges, hogy elkerüljön, és a segítség, hogy ezeket meg tudják valósítani. Amikor a szennyezésről beszélünk, akkor egy 2016-ban végzett gyors tanulmány eredményeit szeretném csak bemutatni. Ez csak Dél-Amerika, Afrika és Ázsiára vonatkozik, tehát gyakorlatilag a úgynevezett fejlődő világra elsősorban, és mutatja azt, hogy körülbelül a folyóink hossza, 1/3 van erősen patogén szennyeződéssel ebbe a 3 kontinensen sújtva, és 2/3 a folyam hosszakon ez a trend emelkedik. Elsősorban azért, mert a vizet, a használt vizet, a szennyvizet elvezetjük, de nem kerülnek kezelésre a szennyvíztisztító terepeken, nem beszélve arról, hogy a szennyvíztisztítók se tudnak minden szennyezést kivenni ezekből. A további szennyezéseknél elsősorban a ammónia és egyéb szennyezőanyagoknál az a folyóink hosszának 1/7, ugyanúgy 2/3 emelkedik a trend, és még a folyóvizek tartalmának emelkedése is a folyóhosszak 1/10 és 30%-nál emelkedő trendről lehet beszélni, ami egy másodlagos vízhiányhoz vezet, túlsós vizet nem lehet öntözésre felhasználni. Ha az emberi vízbiztonság is ebbe mind a 2 célt, tehát hogy a vízellátás biztonság és a víz veszélyektől való biztonságot vegyük, tulajdonképpen csak a vízi biodiverzitás kárára sikerült eddig megvalósítani. Ez a világtérkép mutatja azt, hogy gyakorlatilag, ahol magas a biodiverzitás veszélyeztetettsége, viszont alacsony a emberi vízbiztonság veszélyeztetettsége, ezek a föld relatív gazdag részei, az Egyesült Államok, Latin-Amerika gazdagabb része, Japán, Ausztrália, Korea, Európa és Oroszország. Ezek a területek, ahol gyakorlatilag a biodiverzitás kárára, de műszaki módon az emberi vízbiztonságot biztosítani tudjuk. A piros helyeken mind a ökoszisztémák szenvednek, és az emberek vízbiztonsága sincs megfelelően megoldva. A szürke részek, ahol gyakorlatilag klimatikai okokból manapság még nem találunk embereket. A klímaváltozásról mégis beszélek egy szót, és pedig a legnagyobb hotspot vagy tűzfészek az Ázsia. Ázsiában, ahogy látjuk, Kína és India és a hátsó indiai félsziget is elsősorban attól függ, hogy a Himalája és a tibeti fennsíkról milyen formába és mennyi víz érkezik.
A gleccserek várható olvadása, a monszun esetleges időbeli eltolódása és még csapadékmennyiség csökkenése 4 milliárd ember vízbiztonságát veszélyeztet heti. Itt is, hála Istennek, nem lehet 100% biztonsággal mondani, de minden jel arra mutat, hogy a jövő nem lesz jobb, mint a jelen, és az adott esetben a már ismert migrációs hullámok újabb és újabb hullámokkal való kiegészítéséhez vezethet. Ha a vízügyre kapcsolatos katasztrófákra gondolunk, megint csak Ázsiára, egy határozott emelkedés mutatkozik elsősorban a vízzel kapcsolatos vízügyi kapcsolatos katasztrófáknál. Érdekes megemlíteni, hogy az legalábbis Ázsiában a aszályok relatív konstans alul maradtak, viszont mind a viharok, mind az árvizek száma majdnem exponenciálisan nőtt. Mik a jelenlegi vízhelyzet, mivel lehetne ezt jellemezni? Ha az emberi vízbiztonságot, amiről már az előbb szó volt, inkább egy dinamikus folyamatba próbáljuk helyezni, akkor négy kategóriát tudunk megkülönböztetni, és itt a négy kategórián belül azt is, hogy hány millió ember, akit ez érint a színek intenzitásával. Tehát piros az a terület, ahol gyakorlatilag a veszélyeztetés magas volt és magas is, narancsszínű, ahol ez emelkedik, kék, ahol alacsony és közepes volt és maradt is, megint arra kell utalni azok a területek, ahol kevés ember él, és zöld, ahol sikerült pozitív irányba mozdítani ezeket a területeket. Többé-kevésbé a zöld területek azonosak, mint az előbb mutatott ábra sárga területei. Vízökológiai kollégák állítottak össze a világ folyóiról egy, hogy mennyire természetes állapotúak, és ezt a úgynevezett Connectivity Status Indexen mérik, ami szerint a világ összes folyamkilométereinek 48%-ába a víz folyás megszakadásáról kell beszélni, ahol a víz nem mozog a természetesnek megfelelő normális szabad módon a vízgyűjtő tetejétől a befogadóig. A különböző folyók nagyságára, és itt a sötétkék színnel jelzettek azok a folyók, amelyikek még több mint 95%-ukban szabadon folyók, azok a folyók türkis színnel, amelyikeknél csak részbe, és pirossal vannak azok a folyók jelezve, amelyek a teljes folyam hosszán nincs biztosítva a folyó szabad folyása. Ez azt jelenti, hogy ezeken a folyókon völgyzárógátak vannak, ezeken a folyókon duzzasztóművek vannak, ezek a folyók gyakorlatilag teljesen az emberi szükségletek irányába lettek kihasználva, ami nem okvetlen negatív, viszont egy akvatikus ökológus szemébe a természettől való elfordulást jelzi. És mi az a két leglényegesebb beavatkozás, ami ezeket a folyókat megváltoztatja? Az egyik a degree of fragmentation, tehát hogy hány helyen van vízlépcső, völgyzárógát, vagy ahol a halak vándorlása megakadályozásra kerül, és egy egész kis részbe a folyó szabályozások is ehhez hozzájárulnak. Ez a két beavatkozás a 90%-át jelenti annak, amivel mi a folyók életébe beavatkoztunk, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a világ folyóinak fele már emberektől befolyásolva van, és látjuk, hogy ahol emberek vannak, ott ez történik. Tehát gyakorlatilag a mi szerepünk a folyókkal szembe, mondjuk így, hogy önző. Nem okvetlen negatív minden esetben, de amit mi csináltunk ezekből a folyókból, az már nem az a természetes folyó, ami mondjuk pár ezer évvel ezelőtt volt. A nemzetközi és a diskurzus a vízzel kapcsolatban erősen a vízhiányra koncentrálódik. Én igyekeztem egy-két vízminőségi problémát is megemlíteni, de itt egy párról van szó, amiről alapvetően nem esik szó, holott
adott esetben egy másodlagos vízhiányhoz vezethet, amennyiben a természetes vízfolyások minősége annyira leromolhat, vagy leromlik, hogy a szennyezett vizeket nem tudjuk gazdaságosan magasabb rendű vízigények kielégítésére használni. A legnagyobb bűn, amit csinálunk, az a szennyvíztisztítás nélküli csatornázás. A nehéz fémek, a biológiai és a kémiai oxigén igény magassága, a nehezen kezelhető szennyezések, kozmetikai, hormon és egyéb gyógyszerkészítmények, amelyeket a tradicionális szennyvíztisztítók nem tudnak kiszűrni a szennyvízből, tápanyagterhelés, nitrogén és foszfor, ami aztán a folyók további és víztestek romlásához vezethet, és oxigén fogyasztásához, növényvédőszerek. A magas koncentráció helyen a baktériumok mutálására kerülhet sor, és olyan élőlények jönnek létre, amelyeknek a szerepéről fogalmunk sincs, mert újszerű életformák lehetnek. A folyóink hőmérséklete emelkedik. Az egyetlen pozitív az, hogy Európában már nincs jegesár, ami ugye például 1838-ban egész Pestet elöntötte, és akkor került a Ludovikába a Természettudományi Múzeum gyűjteménye, hogy megmentsék az árvíztől. Ez hála Istennek, mert annyi hűtővizet engedünk a folyóinkba, ez most már ez a veszély nem fenyeget, egyáltalán végre egy pozitív dolog. És a magasabb hőmérséklettel csökkenő oxigénkoncentráció, rosszabb minőségű halállomány és a többi. És mindaz még, amiről fogalmunk sincs, mert még a mérhetőség határa alatt van, vagy az a mérhetőségi nem is gondoltunk rá, vagy a mérőműszerünk nem elég precízek, hogy ezeket mérni tudjuk. Egy első pillanatra szokatlan kép, ez a fejlődő országok mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásának változékonysága 1971 és 2009 között. Látható, hogy itt a 70-es években óriási összegeket, 8 milliárd euró vagy dollár évente, és a nemzetközi intézményektől is több mint 6 milliárd dollárt költöttek a fejlődő országokba, vidékfejlesztésre, öntözésfejlesztésre és völgyzárógátakra. Ez a fejlesztés a északi civil szervezetek szemébe egy tüske volt, és egy masszív lobbizás kezdődött a Világbanknál és egyéb donor országoknál, aminek folyamán kb. 20 évre ez a támogatás megszűnt. Gyakorlatilag felére redukálódott, ami akár tetszik, akár nem, hozzájárult a vidékiről való meneküléshez, az afrikai város, elsősorban afrikai városok nyomortanyáinak feltöltéséhez, és valószínűleg a interkontinentális migrációhoz is. Hála Istennek ez a trend az utóbbi években kezd megváltozni, de hogy úgy mondjam, kárt már megtették. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy az ember mit és mennyire próbál a saját jószándékú ötleteit olyan országokra vetíteni, ahol pont az ellenkezője lesz az eredmény, mint amit ezek az intézmények vagy organizációk akartak. És ma délelőtt egy doktori védésen vettem részt, ahol arról volt szó, hogy mennyi adatunk van, túl sok adatunk van. Hát ez azt mutatja, hogy nem egészen így van, mert ez jelzi, hogy mik azok a honnan és melyik években jelentettek vízhozam adatokat, és látjuk, hogy a sötét, a kék színnel jelzettek, a jelenleg vagy az közelmúltban jelzett adatok elsősorban csak a fejlődő országokból vagy fejlett országokból jöttek. Például Afrikának csak egy-két részéről kaptunk az utóbbi 20 évben lefolyási adatokat. Például ilyen adatbázis alapján, ahol az adatok a 70-es, 80-as években megszűntek, kijelenteni, hogy Afrikában lesz a klímaváltozás a legsúlyosabb, ezt nem tudom, hogy milyen adatbázis alapján csinálják, mert legalábbis ami a lefolyási adatokat illeti, ezek nem állnak a nemzetközi kutatótársadalom rendelkezésére. Heuréka,
2015-ben az ENSZ elfogadta a fenntartható fejlődési célokat, 17 cél, 169 hivatalos célszint, és hogyha ezt egy kicsit művészileg ábrázoljuk, akkor a hatos számú, a vízes cél ennek a boltozatnak a záróköve, vagy ha úgy vesszük, hogy ez egy előre gördülő kerék, a tengelye. Ennek ellenére, hogy a vizet ilyen optikusan jó helyre tudtuk tenni, a vízcél elérésénél vannak a legnagyobb bajok. Ez egy 2018-as felmérés, ami azt mutatja, hogy a SDG 6, tehát a vízcél elérése tekintetében nemhogy haladunk, hanem 2000-hez képest visszafelé mozgunk. Az látszik, hogy és ez mind olyan jelentések alapján van, amit az országok, hogy úgy mondjam, mindent különösebb kényszer nélkül maguktól csinálnak, tehát bevallják, hogy visszafele mozgunk a víz terén, ami tulajdonképpen egy nagyon-nagyon szomorú üzenet. Említettem már a zöld vizet az előadás elején, és azt, hogy gyakorlatilag a szárazföldi csapadék kétharmad része nem a tengerekről jön, vagy nem direkt a tengerekről jön, hanem recycled víz, ami egyszer már leesett, elpárolgott, újra kondenzálódott és újra leesett. Azért, hogy a világon mégis élni tudunk, és hogy a vízkészletek elegendők lesznek, vagy elegendők, hogy a világot ellássuk élelmiszernek, ezt ennek a zöldvíznek köszönhetjük, és ezen a zöldvízen alapul a világ legtöbb országának a mezőgazdasága, tehát nem öntözésen, itt látjuk, hogy öntözésre majdnem 100%-os arányba csak a világ legszárazabb részeire kerül sor. Az összes többi országban az öntözésnek szerencsére per pillanat még csak kiegészítő hatása van, és ennek a zöldvíznek a óriási szerepe a világ élelmezésébe majdnem kötelezővé tenni, hogyha mi integrált vízgazdálkodásról beszélünk, és vízmenedzsmentről, hogy a zöld és a kék víz institucionálisan is egy kézbe legyen. Ez majdnem azt jelenti, hogy Magyarországon kéne egy víz- és mezőgazdasági minisztérium. Ez jelenleg nem ez a helyzet, ezzel nem a magyar vízgazdálkodást akarom kritizálni, minden esetre per pillanat jobb helyzetben van, mint 20 évvel ezelőtt, de hosszú távon a zöld és kék vizeket nem lehet külön választani, és ahhoz, hogy vízbiztonságról beszélhessünk, ahhoz ezeknek a közös szerepére van szükség. Ez egy nagyon érdekes kutatási eredmény, amit néhány holland kolléga számolt ki, modellezés, tehát nem okvetlen minden ott van és úgy van, ahogy ezt ábrázoljuk, de ezek azok a területek, mennél sötétebb barna a folt, ahonnan ezek a másodlagos csapadékok származnak, ahol a párolgás és az evapotranszpiráció olyan nagy, hogy onnan újabb felhők képződnek, amik a szárazföld más részein csapadékként jelentkeznek. Nézzük meg jól, és ez nagyon lényeges, hogy az Amazon medence az egyik ilyen forrás a másodlagos csapadéknak, Kelet-Afrika és gyakorlatilag Eurázsia óriási területei, ahol a nyugatról jövő szelek az északi féltekén a párát fölkapják, és tovább viszik, ahol ez aztán, mint csapadék, lehullik. Ez azt jelenti, hogyha most visszamegyünk erre a képre, ha Oroszország Szibériába a fákat kivágná, akkor Kínában nem lenne csapadék. Természetes, hogy ezt a marhaságot senki sem fogja megcsinálni, de mutatja azt, hogy minden összefügg. És megint, ha Latin-Amerikára gondolok, ezen a részen esik le az a csapadék, ami a Amazon vidékén lévő párolgásból és evapotranszpirációból származik, és ez Brazília, Argentína és Uruguay ipari bázisa, tehát gyakorlatilag a őserdő kiirtása Amazóniába nem csak az ottani embereket, nem csak a mezőgazdaságot, nem csak az ökoszisztémát érinti, hanem adott esetben a Dél-Amerika ipari bázisának is egy K.O. ütést adhat.
Három rövid példát szeretnék bemutatni. Természetesen, ahogy a dékán úr elmondta, hogy én mennyi mindenütt jártam, így aztán Magyarországon relatív keveset dolgoztam, és ezért mindig egy kicsit óvakodom magyarországi példákat magyaroknak mondani, de ez egy lényeges kérdés, hogyha megnézzük Magyarországot a Duna-medence közepén, akkor rájöhetünk arra, hogy Magyarországon nemzeti vízgazdálkodás gyakorlatilag elképzelhetetlen, mert a vizek 95 vagy még magasabb százaléka az országba kívülről érkezik, keletről, nyugatról és északról, és délfelé elhagyja az országot. Ha úgy veszük, Magyarország egy víztranzit ország, és ezzel járó szükségességet természetesen figyelembe kell venni. Ez a szakmai körökbe Pocsolya térképnek nevezett térkép 1938-ban készült, és mutatja, hogy ha természetes maradt volna minden, akkor gyakorlatilag a mai Magyarországnak talán egyharmada hónapokig víz alatt lenne. Tudom, hogy ez egy vízügyi ökológus szívét megdobogtatja, csak az is igaz, hogy amikor ez volt a helyzet, akkor körülbelül abban az időben 1,5 millió ember vándorolt ki Magyarországról Amerikába, mert nem tudtak megélni. A magyarországi vízszabályozás és vízrendezés természetes a 21. század tudása és értékrendszere szerint nem okvetlen minden tekintetben volt szerencsés, de az adott pillanatban és a pozitív hatásai véleményem szerint túlnyúlnak, és ennek a kritizálása a mai időben teljesen felesleges. Mit várhatunk a Duna medencébe, és ez egy kutatási eredmény, ami a németországi Duna vízgyűjtőre 70 ezer négyzetkilométerre vonatkozik Passauig, és mutatja, hogy a 1971-2000 közötti időszakhoz összehasonlítva 2036-2060, tehát a jelenlegi évszázad közepére mit várhatunk. Mint minden modellezés, ez is bizonyos szkepticizmussal kell szemlélni, viszont a számok annyira masszívak, hogy azt mondani, hogy ezek végképp rosszak lennének, teljesen felesleges és igazságtalan lenne, különösen, de mutatja azt, hogy a modellek milyen széles skálába mutatják a csökkenő és a növekedő tendenciákat. A lényeg az, hogy a csapadék csökkenését várják, különösen a nyári fél évben, télen hó helyett eső formájában, ami gyorsabb lefolyáshoz vezet, magasabb transpiráció és párolgás, és ami adott esetben nagyon fájhat nekünk, 5-35%-os lefolyás csökkenéssel jár, ami azt jelenti, hogy a jövőbe feltétlenül kevesebb vízzel kell számolnunk a Duna vízgyűjtőjébe és a Duna vízhozamába is. A Nílus Kelet-Afrikának és a világnak az egyik leghosszabb folyója. Az elkerülhetetlen vízgazdálkodási dilemma az, hogy 1959-ben Egyiptom és Szudán elosztották egymás között a Nílus vizét, anélkül, hogy arra gondoltak volna, hogy mindazok az országok, akik a felső folyás mentén van, esetleg valamikor ők is akarnak majd ebből a vízből valamennyihez jutni, és ennek az ellentmondásnak, ami az utóbbi évtizedekben egyre élesebben jelentkezik, a minimalizálása kulcsfontosságú. Elsősorban azért, és itt megint mutatom a kék Nílust, amelyik Etiópiából jön, és a fehér Nílust, hogy ez a kék Nílus döntően befolyásolja a vízhozamokat a folyó további folyamán. A kék Nílus 52 köbkilométeres évi visszaállítása, az majdnem 60%-a annak a víznek, ami Egyiptomba megérkezik. Különösen tehát a keleti medencébe, Szudán, Etiópia és Egyiptom hármasába jelentkezhetnek vízkonfliktusok, különösen azért, mert már itt a határhoz közel Etiópia fölépítette a Great Ethiopian Renaissance Damot, a Gerdet, aminek 74 köbkilométer tározó térfogata van. Na most ez gyakorlatilag több, mint egy egyévi lefolyás. Egy tározó üzemeltetése úgy kezdődik, hogy először föltöltjük,
ami valószínűleg, hogy itt legalább egy évtizedig, vagy még tovább fog tartani, mert ha ezt gyorsabban csinálnánk, akkor ugyan 10 évvel később, ha ez az üzembe helyeződik, akkor Egyiptomnak növekedni fog a vízbiztonsága, de addig a 10 év alatt éppen éhen hal az egész ország. Tehát gyakorlatilag egy neuralgikus évtized vagy évtizedek előtt vagyunk, ezért a kérdés, hogy ez áldás vagy átok, ez per pillanat nagyon sok kartcsörtetésre ad okot Egyiptomba. Hogy mennyire lényeges a tározók szerepe, mutatja ez a tábla, hogy Észak-Amerikába, Ausztráliába, Brazíliába hány köbméter tározó térfogat jut egy lakosra, ez Etiópiában 43 köbméter víztározás, ami ha ez a GERD üzembe kerül, 630-ra fog fölugrani, még akkor is ezen az itteni skálán az utolsó helyen marad, de egy több mint 10-szeres javulást jelentene. Az Aral-tó valószínű, hogy a világ legnagyobb ember csinálta vízhibája. A tragédia 1960-ban vette kezdetét, amikor az Aral-tó a világ legnagyobb területű, negyedik legnagyobb területű tava volt, Magyarország területének 70%-át borított ott víz, és több mint 1000 köbkilométer térfogattal, ami a Duna 4 évi vagy 5 évi vízhozamának felelne meg, a Vizág 12. legnagyobb tava volt. 1960-tól fokozatosan 7 millió hektár került öntözés alá, természetesen drénezés nélkül, tehát az Aral-tóba nem kerültek vissza vizek. Az Aral-tó környékének vízgazdálkodása egy klasszikus példája lenne, ahol a felvízi országok Tadzsikisztán és Kirgizisztánnál van a víz, és a vízigény a lenti országoknál van. Ehelyett ennek a megoldását a lehető legimproduktívabban oldották meg, elsősorban a 90-es évek óta, amiután ezek az országok függetlenségüket elnyerték. 1960-ban még a Szovjetunióban egy már eleve fenntarthatatlan fejlődés vette kezdetét, viszont a szovjet parancsgazdaság keretében az északi vagy a felvízi országoknak vissza kellett tartani a téli vízmennyiségeket, és csak a tavaszi öntözési időszakba engedhették le. Ez az függetlenségi válás után megszűnt, és télen is engedtek le vizet, ami ahhoz vezetett, hogy ez az Ajdar-tó létrejött itt a Tien Shan-hegység lábánál, ahol a leeresztett vízenergiát generáló vizet, amit télen senkinek semmi szüksége volt, egy sós ilyen medencébe kellett vezetni, mert a befagyott Szirdarján ez jeges árvizeket okozott volna. Azóta itt egy 10 köbkilométeres tórendszer keletkezett, sós víz, elveszett az Aral-tónak, elveszett az öntözésnek, kitűnő példája, hogy nem szabad együttműködni a vízgazdálkodásba, de az alvízi országok is megteszik a maguk hibáját, a gyapott termelés továbbra is folyik, ugyanazok a szovjet öntözési módszerekkel és modellekkel, abszolút vízpazarlás, elsósodás. A következmény az, hogy Üzbékisztánból a vidéki munkaerő a határon túlra migrált, nincs farmer, úgyhogy most fiatal kollégák figyeljenek ide, a gyapott termelés idején az egyetemeket bezárják, és az egyetemi hallgatók gyűjtik a gyapotot. Aki már egyszer látott gyapotot, az tudja, hogy egy zsák gyapotot, azt egy nap alatt összegyűjteni, az egy állati nehéz feladat. Ez aztán a folyamat, ami 1960-tól vezetett, 2021-ben 64 köbkilométer maradt, ez ugyan még mindig 32-szeres Balaton, de alapvetően egy tó, egy büszke, nagy tó eltűnt a földszínéről. Mi a vízgazdálkodás mai helyzete és kilátásai? Nagyon sok elv, mint az integrált vízgazdálkodás, a Nexus, a víz, biztonsági gondolatok mind diszkuszió alatt állnak, de még további fejlesztésre is szorulnak. Ne várjunk csodákat, többet beszélünk, mint amennyi történik. Hála Istennek történik is egy-két dolog. És ugyan, ha visszatekintünk a vízgazdálkodásra, akkor
mondhatjuk, hogy néhányszor vízgarázdálkodás folyt, és sajnos még néha most is folyik. A vízgazdálkodást a folyami civilizációk alapján ne tekinthetjük a civilizáció alapjának, de ha a saját szakmámra gondolok, akkor inkább a modern évek hajszolt szolgájának érzem magunkat, mint sem, hogy annak, akik a civilizáció alapjait megteremtettük és védtük. Mire van szükség? Bizonytalanság, tudásdeficit ellenére nyilvánvaló, hogy egy radikális értékrendszer változásra van szükség. Az elfogadhatatlan, hogy a világ egyharmada olyan helyen és úgy él, éhesen fekszik le, víz nélkül ébred föl, és ezt végeredményben mind toleráljuk. Egy őszinte szellemű együttműködésre lenne szükség, sajnos ami a világban manapság történik, az minden csak nem együttműködés, őszintességről pláne nem lehet beszélni. Jövőorientált politikai rendszerek és megoldást biztosító politika. Vissza kell lőnöm a labdát, nem a vízgazdálkodás terén van a probléma elsősorban. Újszerű és társadalmi egyetértésen alapú ipari és mezőgazdasági paradigmákra van szükség. Természetesen nem tudunk a földből egy édenkertet teremteni, nem tudjuk a természetes viszonyokat a világ minden terén visszaállítani, de rengeteg olyan ember által formált ökoszisztémát tudok elképzelni, ami sokkal egészségesebb és érdemesebb lenne, mint amikkel ma dolgunk van. És természetes ehhez tudományra és tanulásra és oktatásra van szükség. Nekem néha az az érzésem, hogy azt a segítséget, amit mi a fejlődő országoknak adhatunk a legjobban, úgy csináljuk, hogyha minél több embert képezünk ki, akik ott, otthonról, belülről tudják a fejlődést kézbe venni. A kérdés az, hogy ez sikerül nekünk. Hát azt mondom, ha sikerülnie kell, mert ha nem sikerül, akkor nem nagyon lesz olyan jövőnk, amit érdemes élni. De ezt nem lehet ebbe a mondatnál hagyni, és itt utalok a Kindler József Láng István nevével fémjelzett fenntartható fejlődés tanulmányi versenyre, amit a Magyar Természettudományi Társulat rendezett most már több éve, és ehhez készült egy előkészítő könyv, Van jövőnk, tegyünk érte. Tehát pozitív üzenet, és 13-15 éves magyar ajkú tanulóknak a Kárpát-medencébe elmondani, hogy mit lehet tenni a szennyezés, a vizes élőterek, a vízgazdálkodás terén. Büszke vagyok arra, hogy Szőlősi Nagy András kollégámmal együtt minket kértek föl, hogy ebbe a könyvbe a vízhez tartozó részt megírjuk. Aztán kérték, hogy egy kicsit egyszerűsítsük, mert az elsőre nem úgy sikerült, hogy egy 13 éves gyerek megértse. Hadd fejezzem be valamivel, ami nem víz, és mégis pozitív, magyar, bizalomra, bizakodásra és a problémákkal való elszánt szembenézésre, mintsem siránkozásra van szükség, és a magyar irodalom egyik legszebb és legmély gondolatúbb utolsó mondata az, hogy mondottam, ember küzdj és bízva bízzál. Itt 5 angol fordítást is oda tettem, amiből 4 a szót, hogy trust, bizalom, bizakodás kihangsúlyozza. Ennek a szellemébe remélem, hogy mindaz, amit elmondtam, még ha sok negatív és sok piros szint is mutattam, mégis mindannyiunkba azt a érzést keltheti, hogy nem elkeseredni, hanem a dolgokat a végénél megfogva és megoldva. Az az út előttünk. Köszönöm szépen!